No, akkor folytassuk is kalandunkat. Ha jól tudom, itt már mindent átnéztem, és nem találtam semmi érdekeset, kivéve ezt az odafagyott spagettit. Úgyhogy menjünk is tovább, nézzük itt mi van. Kutyaházasság, ó, nagyszerű. Szeretem az állatokat, általában ők nem szeretnek engem, de ez mellékes. Ó, ott egy random encounter, ezt akartam mondani. Lesser dog, úristen, ezzel mit kell csinálnom? Aha, jó. Sok választási lehetőségem nincsen. Úgyhogy akkor legyen pet, mondjuk. Mi van itt az izébe? Gyere kutyuk. És megsebzett így is. Viszont tudom merszízni. És mi van, ha még egyszer petelem? Megnőtt a feje? Vagy mi? De fontosan nő a feje, nem? Ezt meg kell néznem még egyszer. Nézzük meg, rányomok a petre. Aha, nő a feje! De jó. It raises its head up. Fontosan figyeli a... Oh, ez fight. Mi nem jön vissza, nem jön vissza. Jó, oké, akkor merszézzük gyorsan, mielőtt meghalok. Kaptam 0 XP-t és 7 aranyat. Az is jobb, mint a semmi. Mi van jobbra mondjuk? Semmi. Azt hittem, hogy itt találok valamit legalább. De ezek szerint nincs semmi itt erre, úgyhogy akkor tényleg le kell menni. De akkor ez mi lehet itt? Ez a... Aha, ez valami térkép. Itt szét tudjuk cseszni a havat. Elég fura fizikája van a hónak. Ezt így jól megaszontam, de... Aha, akkor ez gondolom ennek a résznek a térképe, és a három kő között kéne lennie egy ilyen... Vagy a három fa, akkor ott a fát mutatta. És akkor tenterre tudjuk, igen. Megnyomtuk a kapcsolatot, és akkor szerintem akkor át tudunk menni a pengéken. De mi történik akkor, hogyha a pengékbe belemegyünk? Na meghalunk, mi megsebződünk, de ezt még nem teszteltem le. Mi? Úristen, mi ez az? Két halál? Vagy ez mi lehet? Mi ez a szag? Te egy szag vagy. Akkor mutatkozz be, vagy mutasd meg magad. De ez is szó vicc, hogy nem yourself, hanem your smelf. Aha. Hú, ez kicsit ilyen, nem is a mesterlövészben volt ilyen zene viccen kívül a bárba. Már meg nem mondom, mi volt a bárnak a címe a mesterlövészben, de ugyanez volt. Bullseye talán, nem tudom. Eliminate. Meg akar a gyilkolni, igen, nagyon kedves. Dogi. Dogi. Jó, akkor... Dogami dogaressa. Aha, akkor ez ilyen pár lehet olyan. Check, mondjuk. Husband, igen, akkor ezek igen. Ja, és ott szagolják is egymást itt az orrukat, így összeérintik, és akkor kijön ott egy kis szív, de aranyos. És csak azt ismerem, amit szagol. Aha. Jaj! Na bánts. Oh, ez. Igen, mert hogyha kék jön, akkor nem szabad mozdulni. Értem. Most így eszembe jutott, mert az előző felvétel óta nem vettem föl, és az hát nem ma volt. Akkor a pet az nem jó, szóval ha azt érzi, amit szagol, akkor... A korollerán mondjuk. Bele a hóba meg a sárba. Hogy olyanok legyünk, mint a kutya. Don't touch my hot dog. Úristen, mi ez? Két balta? Nagyon barátságosak ezek a kutyák. És megsebzett még úgy is. Fú, pedig az közel volt pedig. May want to resmell you. Akkor én is resmellelek. Miért ne? Te rönnöd, igen. Most jó az illatom, vagy a szagom. Na, megint jön ilyen izé. Jó. Jó. Jó! Megoldottam a feladatot, gyerekek. És? Pet, mondjuk. Azt hiszik, hogy én egy másik kutya vagyok. De a kutyák olyan így? Nem akarok meghalni? Meg tudok mercyzni? Nem. Ja, bocs, X-et akartam. Muszáj valami heal item. Egy nice cream-et mondjuk. Kimaxolt az életünket, jó. Hup, hup. Úgy, hú, ez nagyon
Maybe a lost puppy. Oké, és akkor most mit kell csinálnom? Vele is ezt kell csinálnom? Risliff mondjuk. Ja, hogy tudják, hogy jó szagom van. Jó, oké. Okay. Au, ez nagy hülyeség volt tőlem. Úgy... Nem egyszerű, nem egyszerű. Ez a fight. Ez bet. Még egyszer megszaglom őket. Előnyomtam azt is vajon? Akkor ez jó nagy hülyeség volt, ez egy tök felesleges kör volt akkor. Úgy... Hogy tudom akkor kivédeni ezt olyan? Na mindegy. Jó, akkor... Őt is petelem mondjuk. És a lánykutya az miért csak gondolkodik? Hú! Az nagyon jazz frame volt ott amúgy gyerekek, azt el nem tudom mondani. The dog's minds have been expanded. És most tudom! Akkor ez volt a hiba, hogy őt is meg kellett volna így... simíznem. Egy jó volt ez, egy új világ nyílt ki előttük, mert most már tudják, hogy egy másik kutya is meg tudja hát így simogatni, meg így círógatni őket. Köszönjük, fura kutya. Hát én köszönöm ezt a nagyszerű élményt, majdnem megöltetek engem. Na, itt vajon mi a túról lesz? Minden X-et változtassunk nullává, avagy körré, és utána nyomja meg a kapcsolót. Miben, hogy ez is valami átbaszás lesz? Miben, hogy ez is valami... Ó! Oh. Aha! Hogyan kerültem kölcsön? Pontosan melyik a te csapdád? Ja, az előző, nem a két kutya. Itten arra asszociáltam. Hát... Hazudjak? Nem szeretek hazudni. Ott hagytam. Nem pontos, most azt hiszi, hogy azért hagytam ott, hogy majd megosszok vele, de azért hagytok ott, mert oda volt fagyva, és mert a játék nem adott más lehetőséget. Arra vonatkozom, hogy mit csinálják azzal a tésztával. Akkor az ilyen tésztamányos lesz ez a papírus. Ah! Nem volt átbaszás. És itt vajon mi lesz a dolgom? Cső. Papírus, bocsánat. Zokni kollekció. Nagyszerű. Ó, hogy ő gondoskodik a testvéréről. Á, most te nem mondasz mást, jó. Oké, okay. Néha meg fogom próbálni amúgy, hogy hát ha. Na, ez megérte. Human, de miért így? Jó, mondjuk nem tudja senki, hogy Knillnek hívnak, meg mi az igazi nevem, szóval... Akkor csak megpróbálom én magamba ezt így tudatosítani, mindenki Humannek fog szólítani, meg hívni. Igen, hogy ó, fejlesztette ezt a puzzle-t. Hogy ez a puzzle úgy nézzen ki, mint az arc. És tényleg őt kicsit hasonlít, most nézem, így kicsit... Hirtelen egy bohócra gondoltam, de... Mondjuk a papáros is elmehetne bohóznak nyugodtan. Most más a megoldás. És... Ú, ez a beállás, ez nagyon anime és meg epikus. Akkor megél lesz valami... hülye logikai feladvány. És egyedül kell megoldanunk. Hogy kérdezzek tőlem még több izért. Jó, mi lenne, hogyha még egyszer megkérdezem tőle a kérdezem tőle meg a megfejtést? For more great hints. Jó, még egyszer. Nem. Megpróbálom megoldani a puzzle-t. De legalább vicces volt, hogy... Hát akkor csak a felét sikerült papárosnak így a puzzle... Nem, annyira azért nem hasonlít szarca. De megpróbálta, hogy a fele az tényleg hasonlít, hogy odébb csúszott. Na, hogy csináljuk meg? Gondolom mindenre csak egyszer léphetek. Aha. Na most akkor gondolkozok egy picit. Azaz, hogy az ilyenekben nagyon-nagyon hülye vagyok. És mondjuk elmegyek erre így. Szerintem már most elrontottam. De, mert úgy akartam, hogy itt fölmegyek. És itt le. De végül is így is át tudom pörgetni, nem így?
Mert vissza is lehet menni, tehát csak egyszer kell megérintenem. Hát ennyi. Segíts, te segíts, nagyon, nagyon sokat segített, hogy az előző feladványhoz kell megoldani. Előző feladványhoz hasonlóan kell megoldani ezt is. Biztos, én is nagyon szeretem a puzzle-öket, csak nagy túl ilyen... Túl belovalja magát, és még nehezebb puzzle-öket adjon, mert ez pont elég volt. Ja, és amúgy ki is lehetett volna kerülni, akkor nagy volt. Ja nem, mert a pengék meg itt voltak. Cső, Sans. Jó, gyorsan megoldottam, hát szerintem biztos volt, aki gyorsabban megoldotta, mint én. Nem is kellett a segítség, nem is tudtam, hogy tudtál volna segíteni. Meg jó, mert amúgy imád semmit sem csinálni. Jó. Na nézzük! Ez elég szörnyen néz ki ez a puzzle. Hé, itt az ember. Imádni fogom ezt a puzzle-t. Alphys csinálta. Igen, vannak ezek a csempék. És hogyha meghúzza a kart, akkor elkezdenek szint változtatni, igen. És minden színnek más-más funkciója van. A pirosakon nem lehet átmenni. Igen, nem tudsz rajtuk átmenni. A sárgák elektromosak. És meg fognak rázni engem. A zöldek, ilyen riasztó csempék. Rájuk lépek. Akkor szörnyel kell harcolnom, mert akkor gondolom lehet XP-t farmolni. A narancsok... Narancs... Ilyen ízesítésűek, vagy hogy mondják ezt? Jaj, mi az? Nem ízesítés a szentet, hanem... Aroma? Szerintem az aromára gondoltak. És nagyon, nagyon finom illatom lesz. Nagyszerű. A kékek... Vízcsempék, és hogyha át akarok rajtuk úszni... Ja, hogyha előtte narancs blokkra lépek, akkor megesztek a piranyák, mert ők... A piranyák nem esznek narancsot. És ha egy kék, egy sárga mellett van, akkor a víz az megráz engem, jó, ezt ideig értem. Már most elfelejtettem a felét. A lila az csúszós. És azonnal rácsúszok a következőre, de hogy követett? Jó, ja jó, oké, következő, értem. De a csúszós szappan citromillatú, amiket nem szeretnek a piranyák. És a lila és kék az jó. És van akkor rózsaszín, úristen, van ennyi szín a világon. Azzal nem csinálnak semmit, azt sem rajtuk, amit akarok. Hát, understand the explanation. Hát, aki, hát, legyen, hát, úgyse fogom megjegyezni, akárszor elmondja. És van még egy valami. Teljesen random, nagyszerű, akkor itt minimum el fogok cseszni egy órát. Ennyi volt a vége, egyszer, és köszönöm, sziasztok. Nem, de... És egy olyan puzzle fog kirakni a gép, amit még soha senki nem látott korábban. Még ő sem tudja a megoldást, ez elég szörnye hangzik. Úsz! Mi is volt a zöld? Te, milyen a zöld volt a riasztó, nem? Vagy ez a piros? Na nézzük! Mit ad ki a gép? Oh! Oh, I see what you did there. Jó. Meg volt a humor faktor. Jó, ez tetszik, ez aranyos volt. Nagyszerű feladvány. Hát megcsináltam, na. Büszke vagyok magamra. Nézzük, mit tud a gép. Én nem is működik már többet a gép. Ez ennyit tudott. Ez a gép, ez így kiadott egy ilyen nagyon rosszul photoshopot osztrák zászló. Mint lenne egy osztrák zászló, csak én még lenne rajta egy ilyen piros layer. És ez a spagetti korábbról nem volt túl rossz a tesómtól. Éppen elkezdett főzőtanfolyamra járni, nagyszerű. De miért mondod el ezeket nekem? Jó, tudom, ez ilyen feel játék, tehát így nagyon rámegy az érzésre, de... De tényleg miért mondja el ezt nekem, hogy most... mik vannak itt? Törött hókutya fej. Snowdog. Az a Snowdog vajon a... Tehát amiről mintázták a szobrot, vagy ez magának a szobornak a neve, hogy Snowdog? Mi van? Tudunk kutyát megint simogatni. Jó. Akkor az ott micsoda? Akkor előtte mentsünk. Ez a kutya csinálta ezeket? Aha. Aranyos. Jó. Ez így, mint egy villámcsapot van ide. Na te mi vagy? Kutya jött el erre, igen.
próbált hókutyát építeni. És egyre hosszabb lett a nyaka, és akkor az ugyanaz a kutya, akit legyőztem előbb, nem? Ami így növesztette a fejét folyamatosan. Ha. Bald meg, és ez ilyen izé, még ki tudom kerülni? Nem. De itt mi van? Sans. Rá van írva, hogy Sans. Hópapír. Gondolom, akkor ezt a papírus csinálta magáról, a Sans meg így... Így telibe szart egy az egészet. Aha. Jó, hát... Nézzük. Ah, és akkor egyszer hozzáérek, és akkor... be meg. Szerintem jó csinálom már most, nem? Így fel... Ennyi. Gyerekek, ez egyszerű volt, mint az előző, szerintem. Viccen kívül. És itt is csúszok, nem nyomok semmit konkrétan. Mi a hókutya volt a fejemen? De jó. És hogyha visszamegyek, akkor is. Tudok enter nyomni, nem? Mi volt a fejemen? Hós sapka? Hókipa? Csak sima hó. Akkor itt változik, hogy mi van a fejemben. Jó, ez az utolsó, tényleg aztán visszapörgök, aztán... Ilyen hókivi... Van itt minden. Na még egy hókivi, az már volt egyszer. Te el tudok menni? Jó, akkor először még lenézzünk, hogy ott mi van. Ő itt van! Sans, mi van veled? Pont ezt kérdeztem tőled. WhatsApp. Mik ezek a szemek itt, te jó ég? Te poli... Ő itt van, Sans, megint? Ez teleportál, ez az... Giftrot megpróbáltam kimondani, és sikerre jártam. Nem gondoltam volna. Giftrot, check. Néhány tini kidekorálta, mint a prank. It's a prank, bro. It's a social experiment. Get this off me. Wow! Akkor figyeljünk az ajándékokra. Akkor gondolom... Nem még jobban ki kell dekorálni, és nem kell ajándékot adni nekem, undecorate-t. Most levettünk róla egy dobozmazsolát. Az is jó, hogyha középen beállok. Slight less irritated. Aha, akkor ez lesz az. Ezért mondom, mindig a check legyen az első, gyerekek, mert az nagyon sokat. Chicken nuggets, mi a fasz? Most már kicsit jobb neki. Ja, akkor azért volt olyan fura, hogy azt hittem három szemem van, nem? Júj, ez fájt. De miért támadsz, hogyha segítek neked közben, és hogy leheli a minden? Mert fura a szája, nem? Kicsit olyan, mintha ilyen félig ilyen izé lenne. Krokodil. Snowdrake. Gyerekkori fotó. Have been taken away. Mennyi volt? Cső. Szóval mi van, Sans? Elvesztem. Akkor nem erre kell jönni, lehet? Vagy egy barlang. Le tudok esni? Ott egy ház! Ott egy ház! Most vettem észre, meg egy erdő. Meg középen is van egy erdő. Szép ez a hely. Mik ezek a levegő? Ez hó. Mi van? Ez egy ajtó. Ja, jó, kösz. És itt ez a gomba, ez mi? Ez csipogó gomba. Ennyit tud? Nagyszerű. Akkor itt valamit megint kihagytam valószínűleg. Akkor gondolom majd ott azon a része lesz majd a megoldás. Amit kihagytam és akkor jobbra kellett volna mennem először. Sans gondolom nem segít. Követlek téged? Mi az, hogy... Na jó, adjuk. Kicsit paranoid vagy, te teleportálod oda mindenhova. Minden sétáltam egy jót a friss levegőn. Mik ezek a... Poff. Mi lehet a poff? Ez ilyen pukli? És egy snowpoff. Ez egy kutyaház gondolom. Kicsi kutyaház, nagyszerű. Uff, az van ráírva izére. Nem ugat, hanem ilyen... Nem ugat, hanem kiírja a tábláról, hogy ugat. Ez is egy ilyen hó gömböc. Ez is az. Ez már a gép is unja kiírni. Ez itt really a snowpop? Kár nem írtak ki utána, hogy yes. Behold a snowpop. Ez mit tud? Ó, van 30 arany benne.
Te lekaptam 30 aranyat, az tök jó lenne. Hát te mi vagy? Nem tudok hozzá... Aha! Kit lesz a kutya? Gondolom ez is meg fog támadni, mi? Milyen aranyos, olyan, mint kis pincsi, vagy mi ez? Aha! Meg az anyád, hát meg a kutya? Greater dog. Aha. Nem kéne megdögleni. Check. Azt hiszi, hogy a harc az játék. Akkor játszani akarsz? Aha. Jó, mondjuk ez legalább egyszerűbb kikerülni. Nagyon néz engem. Jó, akkor... Játszani akarsz velem? Akkor... Backonnal tudom hívni, nem? Az a... Jó. Hívom. Közelebb jön. És belenéz az arcomba. Nagyszerű. Most itt van az arcomba. Seeking affection. Play vagy pet? Play. Not excited enough. Akkor fel kell a... Fel kell kelted az érdeklődését valahogy. És remélem nem megyek át Belgium zászlajába az életemmel. Akkor a Beckon az már volt pet mondjuk. Elaludt. Elaludt. És utána föl kell. És most már nagyon, nagyon excited. Au. Most nagyon örül. Most már tudunk playezni vele? Jó, csináltunk egy hoglot és eldobtam. Szétplattyant a földön. Mégis visszahozza. Most elaludt. De megint, pedig, na minden. TLC, mi a TLC? Nekem most nagyon gyorsan HP, az kell. Spider Donut, de olyan, mintha nem az lenne, hogy Spider Don't. Megeszem a Monster Candy-t. Kaptam 10 HP-t, jó. Jó, most megint a... Az közel volt nagyon, most ugatás jön. TLC. Megint pettelem mondjuk. Nem nehezedik, jó. És lelassultam. De... Még mindig nem petteltem eléggé. Tehát akkor jó helyen járok. Jó kapizsgálok, csak... Pet capacity is 40%. Jó, 40%-osan sikerült a... kutyát így. Most már 100%, jó. Most nagyon boldog. De ezt hogy tudom kikerülni? Csak úgy, hogy közelebb kellett volna mennem, mi? Contented. Ennyi volt? 40 arany. Milyen? Hát te egy kiskutya akkor. Miért kell akkor? Hogy tud ekkora páncéba mozogni? Hogy tud úgy mozogni, hogy visszafelé állt bele? Jó, ez tetszik. Mi van? Van egy kamera a híd alatt. Minden rendtert nyomok amúgy, szóval. Jó, hát akkor nézzük, mit tudunk. Jó hosszú ez a híd. Ó! Ó, Papyrus és Sans, jó. Ember. Nem fogod leszakítani hűdőt, remélem. The Gauntlet of Deadly Terror. Ez lemenni ilyen death metal lemez színnek. Aha! Ez buzogány láncsa. Ott kutya, ágyú is. Az a kutya nem az a kutya, ami a Toby Foxot jelképezi? És ha kimondja a szót, akkor... Varázsszót, akkor az egész aktiválódni fog. És fel és le fognak ezek ugrálni. És nagyon kicsi az esélyünk, hogy nyerjünk. Csit van, mi láng is. Na mi van? Sans is rákérdez, ugye mi van ilyenkor, na? Már nagyon aktiválni fogja. Hát nem, gondolom megkedvelt minket a Papyrus a izé alatt a rendezvények, rejtvények alatt, és gondolom nem akarja, hogy nem akar minket bántani, és ezt feltételezem. Túl egyszerű lenne legyőzni ezzel az embert. Vagy nem, tehát hogy ne becsüljétek el az élképességémet se. De minden túléltem. Nem halltam meg egyszer a játékban, már ez csoda. Egy skeleton with standards, jó. Van egy értékrend, ez nem örülök.
fair puzzle-jei vannak. Ja, mint az előző, igaz? Az nagyon fair volt. Too direct. Hát is. Tényleg meg kell jelmez nekünk. Mit nézek? És ebből megint azt hozok, hogy ő nyert. Vagy nem. Inkább elfut. Jó. Túl direkt volt ez a... Mi az, hogy rejtvény? Hát ez nem is rejtvény volt, ez ilyen túlélés, ilyen ügyességi játék, tehát ez... Nem tudom, mit fog a testvére csinálni. Kék támadás, jó. Azt ismerem, csak még nem eléggé. Snowdin. Ó, itt az első város, nem? Gondolom én. Aha, van egy épület is. És ez is nem, hogy Snowdin Town. Gyorsan elrakom a cuccomat. Yes. A Snowman Piece-t elrakom. A bandage, az használom én valamire vajon? Azt használom valamire? Meg kell nézni. Item. Bandage. Info. Az is 10 HP. Akkor megtartjuk. És elmondtam a játékot, nem mellesleg. Ez van. Jó van, meg vagyunk. Shop. Nézzünk, shoppoljunk. Ő utazó. Hogyan tudok segíteni? És ilyen nyuszi. Kicsit azt hittem ilyen Zelda Triforce-os logót tártélve, de nem az. Buy, sell, talk, exit. Viszlát. Jaj. Nem, most azért léptem ki direkt, mert akkor eladom azt a sok cuccot, amit nem használok. Mint például a toy knife-ot, meg a tough glove-ot. Mert én igyekszek majd mindenkit megkímélni, amennyire csak lehet. Úgyhogy... Sell something? Jó, de akkor miért adja ki a játék, hogy... Nem tudok eladni cuccot? Do some crowdfunding. Ja, mint amúgy a... az Undertale is ugye Kickstarteren kezdte. Azt hát az emberek most mindennél képesek fizetni. Jó, hát köszönöm a remek dolgokat. Bocsánat, közben belevert az asztalba. Cinnamon bun. 25 arany. Weapon 5. Ez defense-re jó. Azon gondolkozok. Szóval az 11 HP-t, na jó, 25 ér instant 22 HP, vagy 15 ér 2x11. Ezen gondolkozok, ez a melee bandnál elgondolkoztam, mert ez plusz 4 defense, azért az nem rossz. És mindegyikből veszek egyet akkor, kivéve a tough glove-ból, az nem kell. És mosantottam le a játékot. Kell. Jó, és mégis már 116 arany, maximum, hogy farmolok, vagy nem tudom. Na beszéljünk akkor, say hello. Szia. Üdvözlök Snowdinbe. Nem is emlékszik, mikor látott utoljára erre valami utazót. Honnan jöttünk a fővárosból? Hát nem vagyok turista, és nem saját akaratomból vagyok itt. Bárki tudja. Mert valamiért a karakterünk felment arra a hegyre. Ha, erre bele se gondoltam, szóval... Hát, vagy kíváncsiságból, vagy csak... Vagy akart valamit, vagy visz... Nem tudom. Mit lehet itt csinálni? Igen, azért kérdeztem. Grillbe... Van egy könyvtár, van valami étkezde, akkor gondolom grill alapján. És van egy fogadó is. És ha unatkozok, akkor nézhetem a hülye csontvázakat, amiket csinálják a dolgaikat, jó? Testvérek. Egyszer csak feltűntek. És azóta sokkal érdekesebb a város. Gondolom, értelemszerűen Papyrusra meg... Sansra gondolt. Town History. Nézzük. Most vicc emlékezik a történelem óráira. Igen, szörnyek éltek itt. Aztán
közös megegyezés alapján elhagyták azt a helyet, ahol nét, ahol voltam gyakorlatilag, az a Ruins. És aztán páran azt gondoltak, hogy tök hűt a hidegbe, és felállítottak egy kempet, amint ilyen sátor, izét, vagy ilyen kis településkét. Kemping, bocsánat, az kemping. És szellemként tudtuk átmenni a falon. Hát onnét jöttünk, de a Ruinsból jöttünk, nem? Tehát akkor én már voltam ott. Kicsit klaustrofóbia, be van zárva be a boltba, gondolom. De látom, hogy közben a Nyuszi így változtatja így az arc kifejezéseit. Freedom. Akkor ők is szabadságra vágynak. De mitől? Ilyen elnyomó zsarnok lenne, aki majd kiderül. Jó, akkor csinálunk egy olyat, hogy item. Manly bandana és use. Jövök, hogy manly bandana. És akkor most elvileg nagyobb a faded ribbont elrakjuk, mert az nem kell, szóval mondom. Ja, toy knife, tough glove nem kell. Ezek maradhatnak még. Spider cider, ez jó, az a szóvic. És rajtunk van a manly bandage, ami gyógyít, jó. Kommentjünk még egyet, és felfedezem a város többi részét is, még ebben a részben. Itt, ez a fogadó. Mi van? Az mi? Nyuszi. Itt a Cat Mario-ba vagy, nem tudom, úgy néz ki. Above your maximum HP. Mi az, hogy maximum HP? Mi ez a couch? Semmi. Snowed in. Premier Hotel, gondolom nincs is más. 80 arany, köszönöm, nem. És fel tudok menni? Nem. 80 arany azért, hogy kicsit több HP-m legyen. De gondolom az meg nem tartós a több HP-mi. Mi ez? Nem akar az a másik felébe menni a városnak. Under Snow Tunnel. Aha! Random teleport. Jó, ez tetszik. Gyakorlatilag mint egy kisebb metró. Alapban, jó, ezt jó tudni. Hogy ott valami zavarja őt, de micsoda. Most már tudom mi, nem, mindegy. Jó. Köszönöm szépen. Cinnamon just the cutest, milyen aranyos a kutyája, vagy úgy mi ez, Cinnamon. De úgy van elnevezve az átmen, Cinnamon az a fahéj, nem? Jó, nem fahéjat tart a kezébe. Ez kicsit olyan, mintha ugyanabból a fajból lenne, mint ez a... Na mindegy. Vannak állatok. Óvatosan, szépen, igényesen feldíszített fa. Majd tényleg szépen néz ki. És ugyanúgy a Mikulásban. Aha, az jó. Te mit tudsz? Hogy Tinik... Így megkínoztak egy kis állatot azzal, hogy kidekorálták őt, mint egy karácsonyfát. Gondolom azzal találkoztam előbb akkor, nem? Csak most ezért adnak ajándékot, hogy nem, jobb kedve legyen. Te is egy kisgyerek vagy, nem? Meg tudom mondani, mert te is csíkos pót is ez, és tényleg. Mondjuk lehet az életkoromból is ki lehet következni, nem csak ruhából. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy olyan ez a fura csontváz, felnőtt vagy gyerek. De melyik fura csontvázra gondol vajon? De a kérdés jogos. De nem érjek, nem tudom mit csinálni. Ez a grill buys. Itt vannak. Mi ez a medve itt? Nincsen polgármester. De ha bármilyen probléma van, akkor a csontváz elmondja egy halhölgynek. De ez politics. Hát végül is akkor olyan, mint ellen a polgármesteretek, nem? Politics. Jó. Gondolom az a mém, nem az az aliens mém. Ó, itt aztán van egy illusztris társaság. Itt már ki is ütötte valaki magát. Tudom, hogy jól megyek, szép menü. Ugyanez a probléma.
Hot Guys. Bele van esve a izébe, a bártérre, és itt vannak a kutyák, akiket előbb legyőztem. Mind a négy. Azt akartam mondani, hogy hirtelen a három, mint gyakorlatilag háromszor harcoltam vele. És nem, tényleg ott van mind a négy, mert a, jó, mert a két kutyát ezt tennek, de, de jó. Ja, emberi kaja ez más, mint a szörny kaja? Hát, ezt már remélem kiderítjük. Gusztus talán szeretném kipróbálni. Igen, vannak fürdőszobáink. Beszélsz még? Nem. Mi van itt a jukeboxban? El van romolva, nagyszerű. Főváros egyre, ahogy mondják, az sűrűbb lesz. És jönnek lefelé ide költözni. És nem akarja, hogy a helyi kultúrájuk az így eltűnjön. De szeretne pár várost látni, hogy is segre csücsülnek a jégen. Yeah, bring him on. Na nézzük, te mit tudsz. Hát először nem volt so... Ja, hogy most a madár veszi hozzám? Hát nem beszél semmit, bartender. Itt tud egyáltalán van szája annak a, annak a lángoló valaminek? Bármi is legyen az. Royal Guard, aha. Kőkés ilyen elite gárda. Undyne irányítja őket. Ő bunkó, hangos. És mindenkit szétbasz, aki az útjába kerül. Na, akkor tudja, hogy jöjjön vele is lesz egy boss fight. Ha már kiemelték külön. Nem csoda, hogy minden gyerek olyan akar lenni, mint ő. Olyan akar lenni, mint vidéki men. De nem minden vidéki veri a feleségét. Mit mondtam nagyon? Nem. Ja, most a másikkal beszélek. Sok hal van a tengerben. És komolyan veszi. És tényleg egy hallal randizik, jó. Ő is olyan akar lenni, mint Undyne. Sokat beszélnek el arról a Undyne-ról, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi, ki lehet és mi lehet. Ez whisky itt. Ki whisky? Azon gondolkozik, hogy beszerzik egy ilyen kiszögecselt nyakörvet, hogy kimutassa a személyiségét. És azt fogja jelképezni, hogy köspóra ezre is vigyel el engem egy sétára. Pedig ez még aranyos kutyának tűnik. Mondjuk tényleg kicsit olyan, mint valami punk rocker így ezzel a koszkás gatyában, meg ilyen atléta trikóban, miközben ott szívja azt a valamit. Jobb, ha figyelsz, hogy hova ülsz le, fiú. Kid. Gyerek. Mert az a nagyfiú ott bele robban az öletbe, és szeretetet és figyelmet ad van. És ez nekem rossz. Ez úgy állítja meg, mint ez valami szörnyű dolog lenne. Centric. Igen. De nem kapnak semmi tiszteletet. Bárcsak azok a azok dobnának egy csontot. Imádjuk a csontot. Hát igen, kutyák, szóval nem csoda. Te mit tudsz? Aj, ugat egyet. Ennyit tudsz? És így mégis áll a zene, ez annyira fontos volt. Te mit csinálsz? Magában pókerezik. És úgy tűnik veszít. Ki veszít? Maga ellen veszít? Az jó, a szar érzés saját magad ellen kikapsz. Mindenki viccel, meg nevet. És mindenki megpróbálja elfelejteni a sok modern gondokat. És próbál csatlakozni, de ő nem valami. Nincs valami vicces kedvében. De legalább nem mond hülye szó vicceket. Na te mi lehetsz? Inkább oldalra. Na, közbeszélzés. Úgy mozog a szája már, mint. Itt az a föld alatt is vannak problémák, de mi így is mosolygunk. Miért? Nem tudunk semmi más jelni, szóval akkor mit morgolódjunk azon? Mondjuk, ez valahogy jogos. Oda még fel nem megyek. Jaljunk be a könyvtárba. Ó, itt is van egy illusztrius társaság. Mi van itt? Semmi. Piros könyvek. Iskolai ilyen tanulmány, vagy report. Nem tudom, hogy report az ilyen... Mi lehet? Valamilyen rendszerezett írás, azt tudom, de most meg nem mondom, hogy mi is oda angolul. Szörny temetésekről. És rohadt cool mindegyik.
ahogy így el... Hogy mondják azt? Hogy így elhamvasztják őket, és arra szórják amut, ami annak az illetőnek a kedvence volt. Aha. Érdekes megoldás. Amikor minden országban szinte más a temetkezési hagyomány, a mexikóit bírom, hogy ilyen, ott is ilyen nagy bulit csapnak így zenével, meg kajával. Ilyen ember az főleg vízből van. De fizikailag sokkal erősebbek, mint mi, mint szörnyek, akik mágiából tevődnek összeink igazából, mint ahogy is mit olvastam volna. Bullet Pattern Birthday Card. Ja, hogy ezt a követ meg ő írja. Aha, jó. Itt mi van? Most közben próbálom így olvasni, hogy azért kicsit néhány megakad a kommentár. Ah, itt gondolom, itt a harcrendszerről volt szó. Master History 4-es. Ez már volt egyszer, hogy a király az nagyon szarul nevezi el a városokat. Jelz arról, hogy az emberek mind gondolnak a lelkekről. Akkor egész sokat tudnak az emberekről, nem? Úgyhogy fel vannak könyvekkel készül minden. És akkor mégis mindenki, hogy megvan lepődve, hogy itt vagyok. Olyan ember vagyok, akinek vannak problémái a rejtvénnyel, de nem. Pedig nem. Mondjuk tényleg azt előttem meg a papíruson, hogy a crossword az nehezebb. Lehet, hogy arra refált volna ez a szörny. Újságnál dolgozik. Videójátékokról is, képregényekről ír. Words, number one word search creator in the entire underground. Gondolom, mert nincs más egy semmi. Jó, hogy közben szürtöli, az azt néztem, mik azok a pixelek ott. Na, mit tud a könyvtáros? Jó, fura feje van. Na, furák itt a színek is most. Library. Igen, tudjuk. El van írva a library. Tényleg el van írva. Ezt én sem vettem, amíg nem mondja. Ha! Ironikus, hogy pont a izéjel van írva a könyvtár. Igen, tele van csupa levéllel. Papá, benéző nem szabad másébe benézni, de akkor is benézek, de üres. Akkor ezt gondolom a másik a szánszém, ő az a leszrom típusú arc. Be tudunk menni? Akkor ez az ő házuk. Van egész tip-top házuk van, ezt meg kell hagyni. Itt, ez is be van zárva. Jó, akkor az a város vége, feltételezem. Jó, akkor menjünk felfelé. Megnézzük, ott mi van, és akkor még egyet rámentek, aztán legyen vége a felvételnek, én azt mondom. Mi ez ilyen bajszos hóember? Mi? Nem, ez vagy hókupaszt akartam mondani. De ez beszél és mozog. Igen, hallok valami hangot is. Szóval mik ezek, amik mozognak? Monsters and Humans. Be tudok ide menni? Milyen gyönyörű kopogás. Bekopogom még egyszer. Már patient rewards. És még egyszer bekopogok. Nagyon örül, hogy hallja izét. Jégkocka. Wow! És dobálja a jégkockákat. És nek mi értelme van? Így behajítja. Nem tudok ezért beszélni vele. De ez micsoda? Ezzel... Nem vágom. Most ez így sokkal engem, ez a jégkocka dobálás. És egy hatalmas farkas egy ilyen gyárból így gyakorlatilag így... Dobál ezért jégkockákat. Nagyszerű. Nincs semmi. De tényleg telefon.
És eszembe jutott, Toriát fölhívom, nézzük mit. Nobody picked up, senki nem hívta föl. Tényleg ennyi van. Semmi extra, semmi. Ú, itt egy kicsit beglitcheltem volna. Végén terezem a izét. Na, nem, nincs semmi. Na, így jártam. Jó, akkor ez, ennek a résznek ez így lesz vége akkor színűleg, szóval érdekes volt a felépítés ennek, hogy így a... Az elején volt több harc, és a második fele volt picit lassabb. De hát kell ilyen is. Jó, hát elértük az első városba akkor. Ami tök jó dolog. És aztán gondolom kimegyek a városból, és megnézem, hogy mi fog ott rám várni. Úgyhogy hát alig várom. Nekem nagyon tetszik az Undertale eddig. Sok meglepetésben volt részem eddig. Úgyhogy, ja, hamarosan folytatjuk.